A Pécsi Tudományegyetem legfiatalabb, ugyanakkor legdinamikusabban fejlődő egyetemi kara 2005 óta működik. Magasan képzett szakemberek és igényes, korszerű infrastruktúra mellett minőségi felsőfokú alap- és mesterképzés, valamint kutatás jellemzi az intézmény működését. Igyekeznek hallgatóik számára biztosítani a magas szintű oktatási színvonalat, hogy végzetként sikeresen helytálljanak a folyamatosan változó munkaerőpiacon. A kar képzési kínálata változatos tudományterületeket érint, és négyszintű oktatási struktúrában készíti fel a hallgatókat a választott szakma igényes ellátására. A karon jelenleg 5 intézet, és azokon belül több intézeti tanszék működik tudományos kutatóműhelyekkel. Miért van szükség felnőtt emberek képzésére? Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy amikor minden nap, nap mint nap kell igazodnunk ahhoz, hogy milyen kihívások vannak a munkaerőpiacon, hogy megváltozik a technológia, megváltozik a termelés, megváltoznak a vevői igények, akkor folyamatosan kell tanulnunk. Tehát ahhoz, hogy folyamatosan munkába tudjunk lenni, hogy folyamatosan dolgozni tudjunk, ahhoz folyamatosan tanulnunk is kell. És ez a felnőtt képzésen keresztül érhető el. A kar andragógiai intézete fontos szerepet tölt be a magyarországi felsőoktatásban. De mi is az az andragógia? Nos, a felnőtt képzés tudománya, a hagyományos értelemben vett neveléstudomány egyik területe. Az andragógia a felnőttek iskolai és iskolán kívüli nevelésének, oktatásának, képzésének cél és feladatrendszerét, alapelemeit, sajátosságait, forma, módszer és eszközrendszerét kutató tudomány. A szó maga görög eredetű jelentése felnőtt férfit vezetni. Zárójelbe jegyezzük meg, hogy a karra azért a nőket is beengedik. Ön sportoló főállásban, ugyanakkor humán szervező szakon végzett itt az egyetemen. Egyáltalán mit jelent ez? A humán szervező szak annak idején, amikor én jelentkeztem, ez kicsit ugye a személyi ügyi szervezőnek a továbbfejlesztett változata. Igazság szerint ugye Pécsen kosárlabdáztam akkor is, és ez a szak tetszett meg. Erre gondoltam, hogy ez érdekelhet, és ezért is végeztem el. Mit hallgat itt az egyetemen? PR és szóvivő szakon vagyok. Miért választotta éppen ezt? Rendelkezem már 2 diplomával, és mivel itt kosárlabdázom Pécsen, szerettem volna még egy éves képzést találni, mivel egy évre szól a szerződésem, és ez volt a legszimpatikusabb a lehetőségek közül. Ön aktív sportoló, a sport és a munka és a tanulás összeegyeztethető valamilyen módon? Ugye a sport a munkám, nagyon nehéz összeegyeztetni a tanulással, de eddig sikeresen vettem az akadályokat. Az intézet munkája a mára kulcsfontosságúvá vált emberi erőforrás fejlesztés köré csoportosul, oktatási-kutatási tevékenysége a gazdaság, a munkavilága, a human management és a munkapszichológia különböző relációit vizsgálja. Meddig terhelhető az emberi agy? Van-e határa, hogy mennyi tudás fér bele? Mindenképpen van való egy határ, de azt mondom, hogy egy jól szervezett képzési folyamattal mindenképpen ez a határ kitolható. Tehát pontosan a fönnképzésnek az egyik módszertan iránya, hogy hogyan lehet úgy átadni a tudást minél hatékonyabban, főleg a felnőtt hallgatóknak, hogy ez ne menjen se a család, se a munkarovására, ebben kívánta jó eredményeket értünk el. Az intézet a 2004-ben indult, tehát még fiatal dél-dunántúli informatikus könyvtáros képzésnek egyetemi szintű képviselője. Oktatói, kutatói szellemisége az információs társadalom kihívásaihoz igazodik. A könyvtáros szerepét egyre inkább információmenedzserként határozza meg. Milyen a presztízse ma a könyvtárnak, vagy egy könyvtárnak? Nem úgy kell elképzelni a mai könyvtárakat, mint a régi dohos papír alapú könyvtár, vagy papír könyvekkel foglalkozó könyvtárat. Most már egyre inkább a digitalizálás és az elektronikus könyvek felé megy a könyvtár, tehát egyre szélesebb körül, egyre nyitottabb a világra, és egyre jobban globalizálódik, úgymond ugyanúgy a könyvtár igazodik a mai információs társadalom igényeihez és kihívásaihoz. Kik olvasnak többet, a középkorúak, fiatalok vagy az idősek?
itt Pécsen elsősorban a tudásközpontot veszük példának, akkor a fiatalokat tudnám, az egyetemistákat, akik ugye vizsgáikra készülnek, és úgymond elvárás is az, hogy olvassanak és tanuljanak, de ugyanakkor szerintem az idősebb korosztály azok, akik már többet olvasnak, elsősorban azért már több idejük van, ugye már a nyugdíj alatt. Miből kell, hogy tanuljon ma az ember? Könyvből, számítógépről, kiszolgálja egymást a kettő, vagy nagyon-nagyon ellentmondásban vannak egymással? Azt gondolom, hogy a mai tanulás csak többféle eszköz segítségével, többféle közvetítő csatorna segítségével valósítható meg. Ugyanúgy beletartoznak a nyomtatott források, mint a digitális vagy a digitalizált dokumentumok. Ezt mutatja a könyvtár használatnak a megoszlása is, hiszen ma már a könyvtár használatból a személyes használat mindössze, amikor elmennek és személyesen ott vannak a könyvtárban, mindösszesen egy harmadot tesz ki, és kétharmad része a könyvtár használatának átterelődött a virtuális térbe, és ez azt jelenti, hogy a virtuális térben évente mintegy 80 millió használatot regisztrálnak a könyvtárak. Az intézet legfőbb feladata a kulturális trendek kutatása, a kultúra közvetítő szakemberek oktatása. Tanszékei külön hangsúlyt fektetnek a téma elméletének és gyakorlatának bemutatására, szociológiai, gazdasági hátterének elemzésére. Az intézet, illetve annak tanszékei által oktatott számos stúdium hangsúlyosan foglalkozik a közösségfejlesztés tárgykörével. Manapság az ember a PR-rel, a kommunikációval sokkal többet találkozik, mint elmúlt időkben. Talán másképp is áll hozzá. Ugye csak ha ezt nézzük, hogy tévécsatornából van 40-50-60 csak magyar, nem tudja a néző, hogy mit választon. És a legkülönbözőbb riporterekkel találkozik, a rámenőssel, aki szerénnyel, az okossal, a kevésbé azzal. Itt a képzés alkalmával mi történik? Figyelnek-e ilyenre? Figyelik-e azt, hogy éppen ma mi zajlik a televízióban, a sajtóban, az írott sajtóban vagy a rádióban? A PR kommunikátor képzés egyik legfontosabb erénye, hogy az elméletet és a gyakorlatot folyamatosan kombinálja, harmonizálja. Olyan képzésünk van, ahol a médiával, a tömegmédiával kapcsolatos elméleti anyagokat ráhangoljuk a kommunikátori gyakorlatra. A PR kommunikálásnak van egy sajátossága. Ez a sajátosság pedig tulajdonképpen a kapcsolatépítés tudománya kifejezéssel fogható meg. Egy olyan tudomány, amelynek lényege, hogy a kommunikátor nem csupán informál, nem csupán adatokat ad át, hanem kapcsolatokat alakít ki, épít ki a befogadókkal, elfogadtat, befogadtat értékeket, normákat, programokat. Emiatt rendkívül bonyolult kommunikálási tevékenység. Itt a Karon próbáljuk ennek a tevékenységnek a média vetületeit is megvilágítani. Ebben egy kicsit talán egyedülálló is ez a képzés, ezért csalogatjuk ide a hallgatókat, hogy miközben megismerkednek ezzel a rendkívül bonyolult, ugyanakkor komoly kihívásokkal bíró kommunikálási gyakorlattal, egyúttal megismerkedhetnek ennek média hátterével is, a tömegmédia logikájával, a sajátos műfaji elvárásaival, az elbulvárosodás ismérveivel, minden olyan elemmel, amelyre rá kell hangolódnia annak, aki hatékonyan akar kommunikálni. A szakképzés gazdasági és társadalmi jelentősége, valamint az oktatáson belüli helye, szerepe világszerte megnőtt. Az intézet feladata a felsőfokú szakképzés szervezése, koordinálása és a különböző rövidebb, hosszabb kurzusú továbbképzések szervezése és megvalósítása. Érdemes-e idejönni hozzátok tanulni? Hát nyilván, és mivel tudnád ide csábítani akár a felnőtteket, akár a kvázi diákokat? Mi azt gondoljuk, hogy érdemes ide jönni hozzánk tanulni. Itt nálunk nem nagyon kell eladósodni. Ez egy viszonylag olcsó képzés. Most vittük le a legalacsonyabbra az egész országba. Ez fél évente 115 ezer, havonta körülbelül 20 ezer forintot jelent ez a képzési díj. Én azt gondolom, hogy egy magyar család ki tudja ezt gazdálkodni, aki tényleg abba gondolkodik, hy a gyermekének az oktatásába, képzésébe szeretne beruházni. Ez az egyik. A másik, úgy próbáljuk megszervezni a képzéseinket, hogy mellette lehetősége legyen dolgozni a tanulónak, a hallgatónak, mire kikerül a munkaerőpiacra egy sokkal érettebb, munkára képesebb személyiség válik belőle. És emellett sokféle plusz dolgot kínálunk, idegen nyelvi képzéseket, jegyzetbont adunk, és amit csak tudunk.
Természetesen.